Köszöntöm az Esti Mérleg valamennyi nézőjét. Egy új kommunikációs központot adtak át az idén 20 éve Székesfehérváron tevékenykedő Denzóban hétfőn este. Az új központban helyet kaptak például tárgyalóhelyiségek, egy modern étkező, de többek között orvosi szobák is. Érdemes lesz velünk tartaniuk. Ünnepélyes keretek között adták át a Denzó új kommunikációs épületét. Az átadáson többek között részt vett Japán magyarországi nagykövete, a Denzó Europe elnöke és a cég magyarországi elnöke is, Yukihiro Kato. Mindannyian köszönetüket fejezték ki a cég dolgozóinak és vezetőinek. A Denzó Magyarország Kft. Gépjármű alkatrészeket és rendszereket gyártó vállalatként 1997-ben került megalapításra, és éppen idén ünnepeljük a 20. évfordulónkat. Jelenleg a körülbelül 5600 fős munkavállalói létszám azon dolgozik, hogy mind a dízel, mind a benzines területeken gyártott termékünk eljuthasson számos európai vevőnkhöz. A dolgozóink és a régiókban élők iránt érzett hálánk jeléül a 20. évforduló alkalmából építettük a kommunikációs központot. A földszinten vendégek fogadására alkalmas tárgyalók kaptak helyet. A dolgozók többször kifejtették igényüket ezekre. Örülök, hogy egyre többektől hallom, hogy az étteremben rövidebb lett a sor. A tárgyalók leterheltségének problémája megoldódni látszik. A vendégfogadó terület és az étkező közötti üvegfal elhúzható, így egy nagy közösségi tér jöhet létre. Így egyaránt tudjuk a vállalat irányelveit közvetíteni, másrészt így szeretnénk ösztönözni a kommunikációs falak leomlását. Azért alakítottuk úgy, hogy egyszerre nagy létszám lehessen egy helyen. A kommunikációs központ a dolgozók, a vendégek és a régióban élők kommunikáció fejlesztésének szimbólumaként, hiszen vállalatunk mindnyelvet, miszerint a legnagyobb érték az ember. Idén 20 éve, 1997-ben érkezett a gépjármű alkatrészeket gyártó cég Székesfehérvárra. Idén januárban fogalmazódott meg a terv egy központ iránt, amit rekordidő alatt, 10 hónap alatt sikerült felépíteni. Mivel vállalatunknak a legfontosabb értéke maga az ember, és az emberekkel kommunikálnunk kell, ezért döntött úgy a menedzsment, hogy létrehozzuk a kommunikációs centerünket a 20. évfordulónk alkalmából. Ezt az épületet annak szántuk, hogy mind a külső, mind a belső kommunikációt itt folytatjuk le, annak érdekében, hogy az emberek a menedzsmenttel, a vállalkozókkal, a vevőinkkel, a beszállítóinkkal és egymással is jobban tudjunk kommunikálni. Tehát fontos a kommunikáció a cég életében? Igen, talán ez az egyik legfontosabb. Úgy gondolom, hogy a nem megfelelő kommunikáció az általában mindig félreértésekre ad alapot, és a kommunikáción keresztül tudjuk egymás véleményét meghallgatni, tudjuk önmagunk igényeit kifejezni, és az elvárásokat is az embereink felé egyértelműen meghatározni. Mikor indult a központnak az építése? Mi alapján vannak kialakítva maguk a tárgyalók, illetve a különböző irodák? Mekkora és mi található benne? Maga az épületet egy évvel ezelőtt kezdtük el megtervezni, és egy rekord idő alatt, kevesebb mint 10 hónap alatt sikerült az első ötletektől a kulcsátadásig levezényelni. A maga struktúrát az elmúlt 20 év tapasztalat alapján a helyi emberek véleményére alapozva és a jövőbeni következő 5-10 éves kihívásoknak megfelelően alakítottuk ki. Ezért maga az épületet úgy struktúráltuk, hogy a földszinten található a külső kommunikációra szánt tárgyalóhelyiségek. Maga egy nagyon modern éttermet is létrehoztunk, hiszen közel 6000 ember dolgozik nálunk, és a mindennapjaikat itt töltik, tehát fontosnak találtuk azt is, hogy megfelelő környezetben megfelelő étkezési lehetőséget biztosítsunk. A második emeleten ennek az épületnek található az oktatási és a képzési központunk. Ez is kettő célt szolgál, mind a meglévő állományban lévő kollégáknak a továbbképzése, illetve az újonnan hozzánk érkező kollégáknak a felkészítését a termelésre, ott menedzseljük, illetve itt említeném meg a duális képzésünket is, melyet mind az egyetemekkel, mind a szakmunkás iskolákkal is ebben a második emeleti képzőközpontban végezzük, ahol per pillanat most 11 darab oktatóterem található. Hány négyzetméter maga ez az egész központ? A két szinttel együtt 3500 négyzetméter. Mennyi és milyen forrásból valósult meg a fejlesztés? A fejlesztés saját forrásból valósult meg, és közel 1,5 milliárd forintba került.
Az átadó ünnepségen részt vett Cserpalkovics András, Székesfehérvár polgármestere is, aki az elmúlt 20 év munkáját méltatta. Elmondta, a Denso 20 éve nagyon fontos stratégiai partnere a városnak. 20 éve egy nagyon fontos stratégiai partnere a Denso Székesfehérvárnak. Ezáltal nagyon sokat tett ennek a városnak a fejlődéséért. Másodszorban te nyilván ezzel összefüggésben sok-sok ezer embernek adott munkát. Most is körülbelül 1600-an dolgoznak a Denso-val. Ez ennyi családot is jelent, ami azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos. De fontos azért is, hiszen egy korszerű, a világon elérhető legmodernebb technológiával gyártó cég, amely azt eredményezi, hogy itt vannak ma már azok a 21. századi technológiák is, amelyek azt gondolom, meg fogják határozni ennek az évszázadnak az iparát, és az, hogy a város erős gazdasági központ tudjon maradni, ahhoz kellenek ezek az ipari erős cégek, amelyek idehozzák ezeket a technológiákat. És azt gondolom, hogy azért is nagyon fontos, mert a társadalmi felelősségvállalásból is ez a cég mindig kivette a részét, és talán most az a kommunikációs központ, amit átadott a Denso, azt gondolom, hogy az is jól mutatja az elkötelezettséget, hogy nem csak az elmúlt 20 évben él, hanem a jövőben is gondolkodik ez a cég itt Fehérváron, és talán egy kicsit félrevezető is ez a kommunikációs ház elnevezés, mert amit én itt láttam, az egy nagyon korszerű oktatás, egy szakképzés vonatkozásában, nagyon korszerű egészségügy, hiszen egy fantasztikusan felszerelt rendelőintézetet láttam itt, és egy azt gondolom, hogy gyönyörű környezetet biztosító közétkeztét, ami azt gondolom, hogy szintén egy nagyon fontos az emberek mindennapjai tekintetében. Ugye a japán elnök úr, illetve nagykövet úr is kiemelte azt, hogy mennyire fontos az ember, ebben a központban azt gondolom, hogy ezt köszönt vissza. Ebben a központban a legfőbb dolog talán a kommunikáció és az oktatás. Székesfehérvár a duális képzését tartja egyik legfontosabb bástyájának, hogyha fogalmazhatunk így, hogyan kapcsolódik ez itt össze. Úgyhogy az Enzo is az egyik fontos partner a duális képzésben, a kezdetektől kezdve támogatja ezt a fejlesztést, és ezt a fajta képzési modellt is. Ugye az Óbudai Egyetem Alba Régió Műszaki Karával egy kiváló együttműködést alakított ki a Denso, és nagyban segített a városnak, hogy a duális képzés tekintetében az egyik központja lehessen a magyar felsőoktatásnak Székesfehérvár, és a duális képzés lehetővé teszi azt, hogy a fiatalok lehető leggyorsabban megismerkedjenek azokkal a technológiákkal, amelyek, még egyszer hangsúlyoznám, a világ legmodernebbei közé tartoznak, és azt gondolom, hogy erről szól részben ez az oktatási központ is, részben pedig a duális képzésben való felsőoktatási együttműködés is. A kétszintes épületben olyan oktatási képzési központot alakítottak ki, ahol a duális képzésben résztvevő diákok elméleti tudásukat a gyakorlatban is kamatoztathatják. Az Óbudai Egyetemről két diák csatlakozott duális képzés keretében a székesfehérvári Denzóhoz. Amit láthattam, az teljesen naprakész, az pontosan olyan eszközbázis és olyan technológia, amit használnak most az iparban, illetve mi is az oktatásban. A duális képzés során vannak esetleg olyan diákok, akik már ezeket a gépeket, eszközöket használhatják? Igen, a Denzóval most kezdődött ebben az évben a duális képzésünk. Kettő olyan hallgatónk van, egyetemista, akik itt tanulnak. Ők mit csinálnak jelenleg? Ők gépész szakterületen vannak, gépészmérnökként gyakorlati képzésben vesznek részt itt a Denzóban. Gyakorlatilag akkor a gyakorlati oktatást tudják hasznosítani. Igen, ez nekünk nagy segítség, illetve a hallgatóknak igen nagy előny, hogy pontosan azon az eszközbázison gyakorolhatnak, amit majd később mérnökként használni fognak, illetve mi pedig pontosan ilyen képzést adhatunk a hallgatóknak, ami piacképes és naprakész. Az új kommunikációs épület tehát már szolgálatba állt, és a tervek szerint jövő hónapban egy nagyszabású rendezvény keretében a cég összes dolgozója az új épületben ünnepelhet majd. Kedves nézőink, ez volt már az Esti Mérleg, de tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra!